Szászvárostól nem messze, valahol Alkenyír mellett került sor Erdély hadseregeinek legnagyobb győzelmére az oszmánok ellen. Kenyérmezőn vált legendássá Mátyás király híres kapitánya Kinizsitván. Az erdélyi hadsereg által aratott győzelem emlékére az alkenyéri állomáson állított emlékmű a Nikolai Jorga által a román királyi ház utasítására végrehajtott történelemhamisítás egyik első kísérlete. A kenyérmezei győzelem nem csak azért jelentős, mert ősi győzelmünkről tanúskodik, hanem különösen azért, ahogy ismertté tette, hogy csak az ország három nemzetének, magyarok, szászok és románok, közös erejével sikerült elérni a törökökkel szembeni ragyogó győzelmet. Írta 1862-ben Kolozsváron Nagylipót az emlékmű megépítésének engedélyezése melletti érvelésében. Nagylipót szászvárosi erdélyi értelmiségi volt, és elsősorban az ő értelme ennek a szobornak a felállítása az 1848-1849-es polgárháború alatt megsemmisített 1820-as emlékmű helyén. Az emlékmű talapzatán elhelyezett emléktáblán magyar nyelvű felirat szerepelt a következő szöveggel. Kenyérmező Bátor István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi bán magyar vezérek nagy győzedelme az országduló törökön 1479. október 13-án Hunyadi Mátyás király dicső uralkodása alatt 8000 hazafi mellett 30000 ellenség maradt a csatatéren. A kenyérmezei csata emlékére Bátori István kápolnát emeltetett a harcmezőn. Az idők folyamán vagy a szászvárosiak, vagy a közeli birtokosok gondoskodtak kegyeletből a csata helyszínének, illetve a tömegsíroknak a megjelöléséről. Egy ilyen kápolnát Jókai Mór erdélyi útja során még látott és le is rajzolt. És miután ez is elpusztult, az alkenyéri állomás közelében 1889-ben állítottak egy emlékoszlopot. Ennek magyar feliratát pedig 1936-ban aktualizálták. Az oszlop tetején levő páncélos alak állítólag maga Kinizsi Pál. Arca nem látszik, mert Kinizsiről egykorú ábrázolás nem maradt fenn. Minden utólagos, róla készült kép természetesen a képzelet szüleménye. Magyar, székely, szász és olá együtt védelmezte a közös hazát. Az emlék költségeit kegyeletes utódoktól gyűjtötte dr. Miksa György. A felállítást intézték Hunyad megye hatósága és a megyei történelmi társaság 1886-ban Első Ferenc József király áldásos uralkodása idejében. Dicső múlt fénye ragyogjon át boldog jövendőben. A Kinizsi Pál és az 1479-es csata emlékére állított emlékmű 1889-ben készült. Az avatáson az osztrák-magyar állam hivatalosságain kívül a luteránus püspök és a falubeli ortodox pap is beszédet mondott. 1929-ben Nikolai Jorga gondos odafigyelése kíséretében román nyelvűre cserélték a szobor talapzatán szereplő magyar feliratot. Állíttatott a Bátori István fejedelem vezetése alatt álló erdélyi seregek által a törökök felett a kenyérmezei csatában 1479. október 13-án a román hős, a temesi ispán Kinizsi Pál segítségével aratott győzelem emlékére
aki a döntő pillanatban a harcmezőre megérkezve rendkívüli vitézségével lelket öntött az elfáradt erdélyi harcosokba, elősegítette teljes győzelmüket és fél évszázadra megmentette Erdélyt a török uralom veszélyétől. Nem is lenne semmi gond, ha tiszteletben tartották volna a történelmi igazságot, mert a nevetségességet sorolja azt írni, hogy Kinizsi Pál, a román hős, állítja Krisztián Ioan Popa történész. Magyarok, szászok vagy románok mindnyájan elfelejtették, hogy az elődök iránti tiszteletet tettekben is ki kell mutatni, nem csak szándékokban. És egy hasznos kezdet is lépés lenne az erdélyi középkor hőseiről szóló közös megemlékezések hagyományainak helyreállítása. A Hunyadi János gyulafehérvári sírjára helyezett Magyarország zászlóját, illetve a Kinizsi Pál alkenyéri mellszobrát hordozó emlékműhöz támasztott román zászlót viselő koszorúk azt jelképezhetnék, hogy bár az őket megbecsülőkkel ellentétes etnikumokhoz tartoznak, az utódok vállalják őket, de igényt is tartanak rájuk oly módon, mely ma nem csak az írott történelmen, hanem a nemzetiségen is túlmutat. Teszi hozzá Krisztián Ioan Popa történész. A románul Kümpul Püinének, magyarul Kenyérmezőnek nevezett terület Erdély délnyugati részén Szászváros és Alkenyér között a Maros folyó közelében található. Kudzsír a legfontosabb település. A Kudzsírnak nevezett folyó magyar neve Kenyér, ebből származik a kenyérmező elnevezés. A térség délen a kudzsíri havasokkal, északon a Marossal, nyugaton a jelenlegi Hunyad megyével, keleten pedig a Sebes folyóval határos. A középkorban a térség lakossága zömmel szászokból áll, mára a románok kerültek többségben.